Most beszéltem anyámmal, és az egész Pewter Schmidt család eljön hozzánk hálaadásra. Minek hívtad meg mindet? Tudod, hogy utálom a nagy hálaadást. Nézd, új Peter, nagyon jó Muri lesz, és a készülődés nagy részét vállalom. Neked csak annyi dolgod lesz, hogy hozzá szalvétát. Jó, az még megy. Meg egy kis borta felnőtteknek. Jó, még az is. És majd nyisd szét az ebédlő asztalt. Fast! Ne csináld már, pofon egyszerű. Az az asztal legalább 5 éve nem volt kinyitva. Menni fog az, csak ne így áll közben, és légy szíves, legyél türelmes, Krisztel. 3-ra. 1, 2, 3. Még egyszer. Most húzzuk behajlított térdel. Szerintem ez beragadt. Gondolod? Na jó, 3-ra. 1, 2, 3. Aztán még mindig akad. Csak nem. Kicsit sok a narráció, mintha Ken Burns-szel nyitnám az asztalt. Nem lesz egy kicsit sok abból? Ez, fiam, az egyetlen, ami visszatart attól, hogy tenyérél basszalak ketté. Na, 3-ra izomból. 1, 2, 3. Ez az oldala be van ragadva. Én is tudom. A vak is látja, hogy beragadt. Vagy a hangok a fejedben azt mondják, hogy nem ragad be. Mert ha bárkitől azt hallod, hogy az asztal nincs beragadva, küld ide hozzám, hogy a pofáját széjjel kurhassam. Világos? Nem hiszem, fater, mit, hogy ez... Mit nem hiszel? Te, Krisz, szerintem beragadt. Tényleg? És az ég nem kék, sasszem?